tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Jó reggelt kívánok, ez itt valóban a Tilos Rádió 9,3 MHz-es frekvencia modulált sávon, benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az űrös műsor, az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós. A Pénzver területén elhelyezkedő Tilos Stúdió belsejéből jelentkezem, ahol a lokális felmelegedés eredményeképpen szerintem minimum 40 fok van, de azért becsuktuk az ablakot mégis, hogy ne hallatszom be, hogy kint vágják a füvet. Gyönyörű hétfő reggel, madárcsicsergés meg minden izé, és elméletileg itt vannak a Skype vonalban szinte állandónak tekinthető szakértő vendégeim. Most kérek egy hangpróbát. Detre Őrs Hunor van például itt, aki egészen a festői Göttingenből jelentkezik be, ha minden igaz. Vagy Heidelbergből, ezt mindig elmondom, mindjárt ki, mert rontom, de mindjárt kijavítja. Először nézzük meg, hogy hallasz-e engem. Hallak, gyönyörűen hallak, igen, Heidelberg. Na ja, oké, igen. Tehát, ami az angoloknak Oxford és Cambridge, az a németeknek Göttingen és Heidelberg, ennek megfelelően mindig összekeverem őket. Na, és itt van ugyanakkor az egy és ezért összekeverhetetlen legjelentősebb magyar csillagászati obszervatórium területéről, Pál Andris, aki piszkés tetőből a Mátráról szól hozzánk, ha igaz. Itt vagy te is? Igaz, jó reggelt kívánok. Tökéletes, a technológia ördögeit sikerült ilyen módon elűzni, úgyhogy ilyen némi exorcizmust hajtottunk itt végre. Na, tehát a helyzet a következő. Egyelőre, ahogy ilyenkor lenni szokott, annyi megbeszélni való van, hogy természetesen adás telefonszámot is majd fogok adni, de majd a végén, tehát tudjátok jól a játékszabályokat, ugye ezt nektek is mondom, kedves állandó szakértők, tehát 3-4 körül be fogom kocsolni a telefonvonalat. Addig nem érdemes hívni a 215-37-73 című nevű számot. Egyébként igen, volt ilyen elképzelés, képzeljétek el, hogy lett volna katasztrófa turizmus a Tilos Rádióban. Ugye a Tilos Rádióban van. Képzeljétek el, hogy igen, van ilyen lehetőség, hogy a Tilos Rádió támogatói bejelentkezhetnek, hogy melyik műsort szeretnének megnézni élőben, és akkor ide beülnének, és akkor néznék, ahogy én itt ülök egyetlen. Hát az valószínűleg van erre lehetőség. Tök érdekes lenne, és még Pogi meg minden is van. De most úgy tűnt, hogy most lett volna a Szokol Ébresztővel kapcsolatos ilyen lehetőség, és akkor gondoltam, és akkor persze nyilván nem hagytam volna annyiban, hanem a delikvenst benyomtam volna a társműsorvezetőnek, és akkor lett volna. De most nem történt ez meg. Persze teljesen értető, mert mint mondtam, itt meg lehet dögleni a melegben, viszont becsuktam az ablakot, mert vágják a füvet. Na, szóval, kitűnő. Remélem, ti klimatizált viszonyok közül jelentkeztek Heidelbergben. Abszolút. Na, egész konkrétan 15,2 darab fok van. Celsius. Celsius, így. Na, igaz. Jó, oké. Elegáns átkötés lenne, hogy viszont hány Kelvin fok van jelenleg a James Webb űrtávcső belsejében, Őrs? És mennyire örültök ennek? Na, hát kezdjük azzal, hogy András is gyönyörű helyen van, de én is rettentően örülök, hogy végre európai levegőt szívhatok, és még fontosabb, hogy európai ételt ehetek. Nem régen tértem vissza Baltimore-ból, az STSCI-ból, ahol is a beüzemelésben próbáltam segíteni. És hát majdnem másfél hónapig, most végre megint egy kicsit Európában lehetek, majd lehet, hogy pár hét Magyarország után közvetlenül onnan beüzemelés Baltimore ismét. És mi is történt az utóbbi hetekben, gyorsan el kellett olvasnom a mai napi híreket. Kezdjük is azzal hogy miről beszélhetek, és miről nem beszélhetek, és amiről nem beszélhetek, arról miért nem beszélhetek. Igen, mert hogy egyébként a hallgatók láthatták, hogy az ajánlóban kiraktunk róla egy képet, amiben pont az STSCI-ban, az irányító központban állsz feltetően, nagyon örülsz, két feltartott üvegkújjal örülsz valaminek, ám de hogy pontosan minek, azt nem mutathattuk meg, mert ki kellett pixelezni azt, ami a monitoron van. Igen, ez így van. Nagyon, ez az, nagyon, ilyen nagyon az életed. Kell erre. Igen, ez ilyen, az életed. Ilyen, igen. Igen. Mint egy ilyen FBI ügynök.
úgy kell vigyáznom minden egyes szavamra. Na, tehát igen, csomó minden titkos. Azért itt több okból titkos egy ilyen projekt. Tehát az a legelső az, hogy mondjuk, hogyha egy katonai detektorról van szó, akkor nem kotyogunk ki információkat róla, mert hogy a infravörös detektorok azok igen erősen vannak használva, nem csak csillagászatban, hanem máshol is. És tehát ez egy érthető ok. Utána a következő ok az, hogy minden nap vannak olyan apró cseprő problémák, amik még aznap megoldódnak, legtöbbször szoftver problémák, és nem kerülnek ki így köztudatba. Nem is kell, már csak azért sem, mert hát képzeljünk el egy kis kegyetben megjelenne, hogy úristen, ez történt. Olyan dolgokról van szó, hogy... A kis kegyed! Jó, van, létezik még az más... újság? Már nem tudom. Jó. Na, okay. A lényeg az az, hogy itt olyan problémákról van szó, amikhez mondjuk körülbelül egy vagy két vagy három ember ért az egész földön, és ő tudja azt, hogy ez most mekkora probléma, vagy éppen az, hogy nem az. És ezért sem kerülhet ki, mert rögtön máshogy értenék az emberek, és szenzáció hajhászat lenne belőle, és ezt nem akarjuk. És általában, mint mondtam, ez így aznap, másnap megoldódik egy-egy ilyen beüzemelés alatti problémát, tehát ezért nem kerül ki. A harmadik ok az az, hogy rettentően meg van tervezve, a NASA-nak van egy nagyszerű média csapata, és ő előre már egy nagyon jól elkészített, nagyon profi vonalon pontosan tudják, hogy mik lesznek azok az igazán fontos momentumok, amiket meg akarnak osztani, és úgy mondjam, tényleg üt. És erről mindig vannak viták, az, hogy mik kerüljenek ki, mik nem, mi az, ami igazán nagy hír. Mi vagyunk az utolsó, tehát én ugyebár a MIRI műszer, a négy tudományos műszer közül a legcoolabb, szó szerint legcoolabb műszeren dolgozom, ugyebár ő az egyetlen, ami aktívan van hűtve, és a legalacsonyabb hőmérsékletre, mert ő a középinfravörösben észlel, míg a másik három, csúnyán mondva csak a közeli infravörösben, őket nem kell annyira lehűteni, úgyhogy ránk kellett a legtöbbet várni. Éppen ezért a másik három műszer, hát főleg eddig a NIR kemet lehetett látni, ami megjelent fotók, mert ugye mindenki mit vár, gyönyörű szép fotókat, és hál' Istennek most megjelent végre egy olyan fotó, nem csak a NIR kem szerepel, hanem mi is, sőt, mind a négy műszer rajta van, olyan összeállításban, ahogy ez igen is látszódik. Ez majd az, a képet azt majd fölrakod, gondolom. Igen, persze, csütörtökön. Tehát ezt már is mondom. Szép kép. Igen, kedves hallgatók, képzeljétek el, hogy már olyan doménen is el lehet minket érni, hogy sokolébresztő.hu, tehát sokolébresztő.hu, és akkor igen, például a minden hétfőn van az adás, csütörtökön jelenik meg a kibővített cikk, meg mindenféle link, hogy más kényelmesebb platformokon is meg lehessen hallgatni az adást, és akkor ott lesznek azok a képek, amiket már őrs elküldött nekem, és tényleg csorogni fog a nyál, ezt megígérhetem. Egyszerűen gyönyörű. Igen, ez a fotó. Hihetetlen. Mind a négy műszer, sőt az FGS NIRIS-nek mind a kettő fele rajta van, és gyönyörű szépen mutatja a Nagy Magellán felhőt, ami egy szatellit galaxisunk, tehát a tejútrendszernek egy szatellit galaxisa, és érdemes megnézni. Na most itt ezen a fotón, ugye már mondtam azt, hogy végre mi is rajta vagyunk, tehát a MIRI is rajta van. Az a fotó, amit kiraktál, az valójában most már el lehet mondani a first light-unk, akkor ez még nem volt, nagyon nem volt publikus, az, hogy megtörtént a first light, tehát az egy ikonikus momentum minden egyes csillagászati műszernél, amikor először éri csillagfény a detektorokat, és mai napig ez ki kellett pixeleznem, ezt a fotót, ugyanis ez a kép, ez nem publikus, ott van rajta sok-sok csillag, de ezt majd később
később lehet majd megnézni. Viszont egy nagyon sokkal, talán azt mondom, hogy még gyönyörűbb fotó az, ami kikerült, és erről, amiről beszéltem. Mit is lehet majd látni ezzel, hogyha valaki megnézi ezt a fotót? Lesz még egy fotóként a Spitzer űrteleszkóppal egy összehasonlítás. A Spitzer az, ami egy infravörös műszere volt, most már múlt idő volt, 2003-tól repült 2020-ig, ha jól emlékszem, és neki 8 mikrométeren van egy összehasonlítás fotó, az, hogy mi az, amit infravörösben láttak eddig a csillagászok, és mi az, ami mostantól a James Webb-nek a MIRI műszere, amit tud, hihetetlen közel 10-szeres élességbeli különbség, és ezen a fotón majd lehet látni az élességbeli különbséget is, de amit még egy nagyobb tükörfelület tud, mit tud? Fénygyűjtő terület, tehát sokkal gyorsabban gyűjt össze azokat a fotonokat, amik egy szép kép elkészültéje kellenek, és szoktam mondani azt, hogy tudják-e a kollégáim azt, hogy a Spitzernek ami 85 cm tükör átmérőjű volt, és a James Webb-nek, ami ugyebár 6,5 méter átmérőjű, hogy ugyanazok a beállítások kellenek egy fotóhoz. Ám de mi a vicc az egészben az, hogy míg a Spitzernek ez percben, addig a James Webb-nek ez másodpercben. Tehát ennyivel gyorsabb a James Webb. Nem csak 10-szer élesebb, de 60-szor gyorsabban gyűjt össze a fény. Még egy érdekesség majd erről a fotóról, amit majd megnézhetnek a rádió hallgatók. Egy másik magyar kollégával, Gáspár Andrással egyszerre raktuk össze, abban a pillanatban, hogy ez publikus volt ez a fotó, raktunk össze egy összehasonlító fotót ezzel a Spitzer IREC műszerével, és majd mind a kettőt akkor majd föl fogjuk ide rakni. Röviden ennyi most erről a képről. Jó, hát igen, tehát a kép meg majd ugye többet mond sok ezer magukról szónál. Magukról beszélnek majd, igen. Főleg több... Rádióban képekről beszélni fantasztikus ötlet volt. Hát figyelj csak, ez egy ilyen műfaj. Hát igen, igen, igen. Igen, de majd szerencsére majd az Andrisnál egyébként ugye ott majd egyszerűbb lesz a kérdés, mert megkérdezzük, hogy hány gamma fotont láttak az elmúlt egy-két hétben, és akkor bemondják, hogy 12 darabot vagyok. Ugye itt ugye, na mindegy. De most még gyötörném még itt ezt a James Webb témát, meg egyébként ott van némi ilyen, hogy hívják, hát kedves hallgatók, egyébként, hogyha hát ez tényleg alapjában ez egy vizuális műfaj volna, ugye nagyon érdekes, hogy de ez egy kreativitást igényel egyébként, hogy erről hogy tudunk szépen plasztikusan beszélni arról, hogy rengeteg égi objektum látható egy képen, ez egészen elképesztő. Na most még egy Hubble még Deep egy Field élmény gyorsan. Szinte. Igen, mond. Még egy gondolat. Hát több is létszik. Sok gondolatot mondjál. Titkos, de meddig? Meddig titkos? Hál' Istennek az összes beüzemelés alatt készült fotó, az és mindenféle, az összes adat, az publikus lesz körülbelül nyár végén. Uh-huh. Igen. Úgyhogy így egyszerre fog, szerintem így de... lehet érezni azt, hogy hány csillagász fog így rá vetni magát. De addig az se publikus, hogy mit néztek, ugye? Nem. Mert ugye ez az, mert nyilván az emberek, ugye vagyunk néhányan egy páran, akik nyilván azt gondolják, hogy nyilván a társaság egyik első dolga az, hogy beherkentse a remek, ugye, spektrométert is, ugye? Ami... Na... Ugye? Igen, itt lenne egy olyan, amit most így mesélnék, de nem mesélhetek. Igen, tehát na, igen. Jönnek tehát, olyan hogy... adatok, amikor mindnyájan így hátraestünk a székből, hogy úristen. Igen. Ennél többet nem lehet mondani. Tehát igen, tehát mondjuk odafordul a társcső. Viszont az, várjál, itt nagyon fontos információ van, mondjuk az, hogy eddig hihetetlenül jól megy minden.
Na, hát azért ez info. Ez info, hál' Istennek ez publikus. Ez publikus. Sőt, az is publikus, hogy nagyon sok olyan dolog, amit földön mértünk, és még modellek alapján számoltunk ki, hogy milyen lesz a teljesítménye egy-egy adott ponton a James Webb-nek, kiderült, hogy jobb. Hál' Istennek ez publikus, mint mondom, ez az információ. Tehát a James Webb jobb, mint vártuk. Na most, hogyha valaki ismeri a Hubble-nek a történetét, akkor ez, tudja értelmezni, hogy ez milyen hatalmas szó, főleg úgy, hogy a James Webb, nekem ugye a régi neve, az a New Generation, új generációs űrteleszkóp volt, tehát annyi minden újdonság került bele, olyan technika, ami még soha az életben nem repült, és most kipróbáljuk, és elsőre működik egy prototípus, hát ez hihetetlen. Na most, szóval ez számotokra is váratlan, ezt kijelenthetjük. Lélegezhet így a Andris is, hogy igen, eddig úgy néz ki, hogy nem az, hogy működik, hanem jobb, mint vártuk. Ennek mindenek körül. Hát ez nagyon, tehát ezt üzenük akkor sokaknak, ugye például az Ábrahám Péterféle csapatnak, akik nyert, vagy a Szalai Tamásféle csoportnak, akikkel ugye szintén beszéltünk. Volt is közös adásunk, ugye, amiben te is voltál, meg ő is, és pont azt próbálom most így utólag kihalászni az archívumból, hogy az hanyadik adás, mert hogy azért nyilván cross-referencing van, tehát a Webb backup szupernovák, Csemműhold és Naptapi című adásunk volt az. Februárban, el is mondom, hogy ez egészen konkrétan a Szokol Ébresztő 125. adása volt, persze ezt is meg lehet találni. Ugye ez volt az, amikor Őrsöt legutóbb megszólítottuk, hogy hogyan áll a történet. Ugye akkor már éppen a kicsomagolás volt a végső fázisban, és akkor még nem lehetett arról beszélni, hogy tesztelik a műszerek. Konkrétan ugye lehetett tudni, hogy a Miri, tehát az Őrsféle műszernek a 6 vagy 8, nem is emlékszem, Kelvines. Kicsit túl, Őrsféle műszer, de oké. Igen. Igen. Szóval az Őrsféle műszer lehűtésére ugye még akkor kellett egy csomót várni, igaz? Igen, ez így volt, és most már lehűlt. Ja, erről van egy gyors sztori, tehát ugye semmiről nem lehet beszélni, ami nem publikus. Hát azért mindenki talál kiskapukat, én is. Nem volt publikus az, hogy lehűltünk 6 Kelvinre, ami megint csak hatalmas szó, mert ez a hűtőgép, ami a Mirit hűti, ilyen sem repült még. És, sőt, elejétől a végéig nem is sikerült a Földön tesztelni, mert ez volt az egyik olyan alkatrész, amire marha sokat kellett várni, hogy végre legyártsák. És csak darabokban sikerült tesztelni a Földön. Tehát most először teszteltük ezt a hűtőgépet az űrben. Uh-huh. Tehát ez egy hatalmas megkönnyebbülés volt, hogy sikerült a hűtőgépet bepöffenteni, és tökéletesen működik, ugyanis hogyha nem 6 Kelvinen lenne, hanem ugye 40-50 Kelvinen van az összes többi műszer, nagyságrendileg. És a Mirinek a detektorai olyanok, hogy már 10 Kelvin fölött, így körülbelül valamelyik, nem tudom, Jupiterre kéne nézni az, hogy lássunk egyáltalán valamit. Most lehet, hogy kicsit túlzok, megmondom össze, de nem számoltam utána, de hasonló dologról van szó, tehát csak a legfényesebb objektumok lennének láthatóak. Hogyha 10 Kelvin fölött, 10 Kelvin alatt lennénk egy picivel. Tehát az a pár Kelvin is rettentően fontos, nemhogy a 40-től a 10 Kelvinig. Tehát tökéletesen kellett működni ennek a hűtőgépnek, és ez hatalmas nagy szó volt. Na most, ez nem lett publikus. Miért nem lett publikus? Azért nem lett publikus, mert eddig sokkal érdekesebb dolgokat azzal tudták a közvéleményt izgalomban tartani. Izgalomban tartani, és akkor hát van egy ilyen kis Miri is. Működik a hűtőgép. Ja, hát az nem szól akkor át nekik. Ki a fenét érdekel. Ja. De ez hatalmas nagy szó. Egyébként állandóan megy a harc azért az, hogy ezt azért rakják ki. Igaz, hogy ez a James Webb szempontjából ez nem akkora nagy szó, de hát a Mirinek iszonyatosan. Uh-huh. Na, viszont
egy dologra nem számoltak, ugye, bár, ugye mondom, tehát az ember keresi a kiskapukat. Van egy Veris James Webb nevezetű oldal, ahol a hőmérséklet terametria az kint van élőben 24 órás késéssel. Tehát abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy lehűltünk 6 Kelvinre, azt is tudtam, hogy másnap ez végül is publikus lesz. Úgyhogy egy nappal, 24 órával később, amikor itt láttam a Veris James Webb oldalon. Most nézem, de egyébként ez mennyire real time, amit ők írnak? 24 óra. Aha. Ez egy az egyes kopia a telemetriának, 24 órával később. Aha. És ott van, és jelen pillanatban is az egyes számú mérő helyen 6 Kelvin, vagyis minusz 449 Fahrenheit azoknak, akik kényelmesebben érzik magukat. Érdemes megnézni ezt szerintem majd akkor fölrakod a... Igen, ez a web.nasa.gov, igen, per content, per weblaunch, per Veris Web, igen, de hát ha a YouTube-ba beírja az ember, vagy ami a Google-be, hogy Veris Web, akkor kigyűn. Na szóval, igen. 24 órával később már ment is ki Facebookra az információ, hogy igenis lehűltünk, és innentől kezdve sort of publikus. Aha. Igen, úgy tehát, hogy igen, a művelt közönség ebből már kikövetkeztetheti, hogy ha 6 Kelvin van, akkor vidámság van. Igen. Akkor azaz be lehet röffenteni a milli detektorokat. Ugyanígy nem volt ugye publikus ez a first light kép, de kicsit később megjelent egy olyan az, hogy mind a négy, hát ugye ez a kép, amiről beszéltem, tehát mind a négy műszerre sikerült a webnek a főtükrét beállítani, és abban a pillanatban én is mondtam azt, hogy megtörtént a first light. Mert máskülönben nem tudott beállítani a Mirire is, ugyebár a főtükröt, úgyhogy ez az információ is kikerült így a public domainre. Tehát ez tök jó. Na, és még annyi, hogy azért azt megsúghatod? Nem, nyilván nem súghatod meg azt se, de azért feltételezhető, hogy azért exobolygó légkörök összetételéről még idén nyárig azért tanulhatunk valamit, vagy ez mennyire? Vagy ezt sem megerősíteni, sem cáfolni? A GTO programokban van, és az publikus, mi lesz a granted time. Nagyon gyorsan nézzük is azt, hogy mi fog most történni, tehát most kezdődik el mind a négy műszernek a tudományos beállítása, egyfajta egy nulladik kalibráció, amikor is, mi a kalibráció, az amikor, hát amíg csak mérsz, addig csak számokat kapsz, de utána, hogy abból hogyan lesznek fizikai mértékegységekkel mérhető dolgok, ez a kalibráció, tehát amikor számokhoz fizikai mértékegységeket rendelsz, ez kezdődik most el így a legutolsó részében így a beállításnak. Itt nagyon sok mérés lesz, miért? Azért, mert az eddigi időben ugye mi nem voltunk olyan állapotban, ugye nem voltunk olyan hőmérsékleten, hogy bármit csináljunk, csak funkcionális méréseket tudtunk csinálni, ami szintén nagyon fontos, nem tudom, mozognak a mechanikák, stb. Eddig ilyen méréseket tudtunk csinálni, még nem voltunk lehűlve, most már végre a Miri is mérhet, és éppen ezért az utolsó pár hónap az nagyon nagy részben a Miriről lesz, Miriről fog szólni, de hát a másik három műszerről is részben a Miriről lesz, Miriről fog szólni, de hát a másik három műszerről is, mondom, tehát a tudományos kalibrációk, nulladik kalibráció fog jönni az elkövetkezendő hónapokban, hogy utána később jöhessenek a GTO, azaz Granted Time programok, azok a már elnyert idők, méghozzá munkával, tehát 15-20 év munkával elnyert idő, amit az eddig résztvevő intézetek és egyetemek kaptak így meg, és hát ebben lesz az, amit mondtál is, tehát exobolygóknak a légkörének a vizsgálata többek közt. Tehát ez publikus az, hogy pontosan milyen programok lesznek. A legtöbb esetben, hanem az összes esetben, ezt most nem is tudom, maga a célpont az nem publikus, éppen azért,
hogyha az publikus lenne, akkor ugyebár minden más műszert is rögtön arra használnának, hogy azt vizsgálják, még mielőtt ugyebár a James Webb-el vizsgálnák. Röviden most azt hiszem ennyi, azt, hogy mi fog következni. Na ez egyébként nagyon érdekes tudománypolitikai dologra utal, amit mondasz. Tehát, hogy ha kiderül, hogy James Webb-el valamit fognak nézni, akkor abból megtanulja a szakmának az eddig egy kő alatt élő része, hogy az egy érdekes célpont, és odafordítják a mindent, hogy hogy beelőzzék azt a kutatócsoportot, akik a webbe kaptak távcsőidőt. Hát ez örület, na mindegy, hát biztos, hogy nagyon érdekes lesz a történet, eddig is az volt, de hát olyan értelemben meg nagyon örülök, hogy nem olyan érdekes, hogy eddig csupa jó hír van. Igen, ez azért igen. Őszintén szólva lássuk be, hogy gondolom te sem erre számítottál. Hát őszintén, hát ez vele, egy személyes kérdés egyébként, tehát hogy úgy értendő, hogy te hogy képzelted el? Nyilván volt olyan időszak, amikor azt gondoltad, hogy soha az életben nem fog fölmenni, nyilván. De utána, amikor tudtad, hogy fölment, hogy mennyi zűrre számítottál lelkileg? Hát induljuk onnan, hogy 2008 óta dolgozom, igen, most hát közel 15 előtt. Éve, igen. És én akkor úgy kezdtem itt a Mars One intézetben, hogy jaj, de jó, fogok egy olyan 4-5 évet dolgozni ezen a James Webb nevezetű műszeren, amit akkoriban senki nem ismert, tehát megkérdezték azt, hogy mind dolgozom. Hát James Webb, és akkor, hát az arról nem hallottunk, majd Fox. És mindig úgy kellett elmondanom azt, hogy ez a Hubble 2. Ja, jó, oké, megvan. Na, tehát így kezdődött, aztán az, hogy ebből a 15 év alatt mi lett, és az, hogy hogyan álltam hozzá az indításhoz. Hát az indításhoz úgy jártam hozzá, hogy hát figyelj, fölrobban, lesz egy nyugis éven. végre lehet 100% science-et csinálni a maradandó időmben. És muszáj volt így, mert máskülön megőrül az ember. Hát persze, hát a saját gyerekét látja itt távolodni a rakétán. Utána ugyanígy voltam, hogyha nem hűlünk le, hát akkor megint csak lesz egy nyugis fél évem. Végre lezárhatok egy csomó olyan nem megírt cikket, amit már meg kéne írni, úgyhogy máshogy nem lehet hozzáállni. Uh-huh. Na, jól van. Oké, hát ez jó. Na most akkor át is fordulok Andrishoz, mert ő is látta már a kicsikét távolodni, csak az ő esetében a kicsike az tényleg egy icipicike, mert ez tényleg ez a James Webb űrtávcső, ez azért akkora, mint egy istálló, vagy mi, de ehhez képest ugye 2021 márciusában, ugye, ha jól emlékszem, tehát több mint egy éve állt pályára a GRB Alpha nevű icipici kis műhold, amiről ugye sok adás volt egyébként azóta is, meg például ezen a legutóbbi ilyen közös adáson, amin Őrs is ott volt, ezen, amit most emlegettem, hogy februárban volt, ugye ott is megkérdeztük, hogy mi a helyzet, és most mindjárt megint megkérdezem, hogy mi a helyzet, de előtte nyomok egy kis programajánlót, mert azt látom az internet erejével, hogy te tartasz egy előadást. Persze egyébként azt is mondom akkor még az előzőleg, hogy persze Őrsből, akinek Őrsből nem elég, az egyrészt nézze meg a Space Junkies mély interjút az Őrssel, mert tök jó, másrészt pedig ott fityeg az internet belsejében az atomcsill előadása az Őrsnek, ami az ELTE atomoktól a csillagokig előadás sorozat keretében egy kitűnő, mélyre szántó előadást tartott arról, hogy hát mégis hogyan csinál az ember egy ilyen gigantikus űrtávcsövet. Na, de és akkor, és itt van a másik véglet, az, hogyan csinál az ember icipici kis műholdat, ami így kb. Akkora, mint, hát nem tudom, szóval ilyen egy literes kis műholdat, ami ugye mégis értelmes és hasznos tudományos adatokat szolgáltat. Ugye ez a kedvenc műholdunk, a GRB Alpha, és hát ezt kijelentetjük, mert a James Webb az nem műhold, ugye, hiszen ugye nem a Föld körül kering, de a GRB Alpha határozottan a Föld körül kering, tehát műhold. Na, és erről tartasz egy remek előadást, de gondolom, hogy remek lesz pénteken a Műegyetemen. Mi a bubánat ez? Asztronautikai diákkör?
Diákklub. Igen, az Asztronautikai Diákklub szervezésében újabb remek téma, Pál András, az ELKHCFKXKYDBLMBTQ Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézetének kutatója mutatja be a magyar-japán-szlovák együttműködésben készült kimondottan asztrofizikai kutatásokat végző kisműhold projektjét. Március 20... Igen, tehát ez tehát most lesz. Igen, ezt valamikor valami ilyesmit írtam, igen, hogy valami igen. Ilyesmi lesz, tök jó. Én május 20-án a BME V1 épületében, a C213-as Neumann teremben. Gondolom, bárki oda tolhatja az arcát. Egyébként az hánykor lesz? Figyelj, az van, hogy 16 és 17 között lesz egy hogy mese a műholdfejlesztés mámorairól, és utána lesz, kérdez felele, ezt biztos te találtad ki. Ez biztos lesz kérdez... Műholdfejlesztési mámorokat? Hát, nem te voltál? De... Mese a nem, mű... Nem. Pedig úgy elhittem volna, belegondolva arba, hogy milyen körülmények között született annak idején a Gerbe Alfa alapötlete. Na, hát, igen. Na, mindegy, aztán lesz egy kérdez-felelek session, illetve egy kötetlen beszélgetés. Tehát mindez május 20, BME V1 épület. Na, de most akkor... Igen, a délután 4 volt az egyetlen érdekes, amit így hirtelen elfelejtettem. Most így fönn vagyok a Mátrában, és ugye az volt a terv, hogy hát lejövök onnan, és utána már lesz, ami lesz. Tehát 4-re érjél le. Igen. Hát nem, igen. Már csütörtökön már. Ja, oké, főleg. Na, szóval igen, asztrofizikai kisműhold. Magyar asztrofizikai kisműhold. Hogyan van most ő, illetve amennyit lehet arról mondani, hogy mi várható a jövőben, ugye tudom, hogy ez képlékeny, meg nem publikus, minden. Tehát amit lehet, azt azért úgy, azt is majd itt jól kikérdezlek. Először csak az, hogy mi a helyzet vele. A hallgatók ott hallottak legutóbb róla, amikor arról beszélgettünk, hogy kommunikációs nehézségek voltak, de azért működött a műhold. Így igaz. Ez úgy tulajdonképpen úgy helyek közel most is fönnáll. Ettől függetlenül úgy folyamatosan finom hangulunk a dolgokon. Telemetria az folyamatosan van, adatletöltés az folyamatosan van, úgyhogy ilyen szempontból jók vagyunk. Most egy kicsit nagyobb fókusz ment az elmúlt hetekben a vözölőúszatra, mármint a vözölőúszat 2-re, ami ugye ugyanilyen detektorokat reptetünk meg, csak kicsit más konfigurációban, kicsit más rendszerben. Na ott is voltak mindenféle izgalmas dolgok, mert amikor a srácokkal beállítottuk a mérési módozatokat, hogy na akkor hajrá, akkor azok úgy működtek, tök jó, minden szuper, detektáltunk is néhány GRB-t, tehát úgy önmagában teljesen jól működött a rendszer, és akkor kicsit azon lamentáltunk el, hogy ennek a műholdnak a fedélzeti számítógépén már egyen szofisztikáltabb ilyen hát plannernek nevezett egység van, amivel időzítve, meg előre lekódolva lehetett, vagy lehet parancsokat kiadni az egyes műszereinek, a műhold egyes műszereinek, és akkor ugye itten az volt az alapgondolat, hogy nagyon jó, akkor ezzel indítsunk el periódikusan méréseket szépen ugye a GRB detektorok, és majd de jó lesz nekünk. És akkor az első ilyen, egyik első ilyen kísérlet után nem sokkal, a műhold azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy csütörtök, hanem azt mondta, hogy bekerült valami olyan állapotba, amitől 48 órára kikapcsoltak a rádiómoduljai. Hú, bedurcuzott. Maga műhold működött, de valamit kapott, és úgyhogy mai napig nem tudjuk pontosan, hogy ezt mi okozta, hogy mi váltotta ki, mert ugye ezek a pici műholdak, ezek olyan szempontból trükkösek, hogyha az ember telepakolja sok kísérlettel, attól függetlenül is csak viszonylag kevés kapcsolgatható tápfeszültségvonal van rajta. És ugye azt is jelenti a gyakorlatban, hogy mi detektorunk hogy azok a tápvonalak, amik a mi detektorainkat is ellátják, az más cucmányokat is ellátnak tápfesszel. Uh-huh. Egymást be tudják zavarni. És akkor egymást be tudják zavarni, igen, valami ilyesmi van itt is, viszont ugye az is egy érdekes dolog, hogy valamiért a srácok olyan üzemmódot állítottak be, hogy még mielőtt elkezdjük a mérést, ezért előtte kapcsoljuk ki és kapcsoljuk be. És ezt én nem is nagyon értettem, csak valahogy úgy hetekkel később néztem végig ezeket a skripteket ilyen szemmel, hogy úristen, mi lehet, és miért kapcsolják ki az elején, mikor pont azt akarjuk, hogy bekapcsoljuk.
legyen egy ilyen biztonsági bekapcsolás, hogyha esetleg ki volt kapcsolva, akkor is legyen bekapcsolva, de ez a kikapcsoljuk, visszakapcsoljuk, hát ez olyan. Ez egy informatikus reflex. Ez egy ilyen informatikus megoldás, igen. Alt-Control-del, az úgy mindenre jó. Igen, az mindent megold. De ugye itten valójában erre nincs szükség, mert semmi indikáció nem volt abban, hogy úristen, akkor még mérés előtt, sima mezei közönséges tudományos mérés előtt, azért kapcsoljuk ki és kapcsoljuk vizet, nem igazán értettem, hogy erre miért van szükség, hát mondom, jó van, hát megcsinálják, és ott valószínűleg ott kapott valami gellert, valami kóboráram a műholdon, aminek nem is biztos, hogy köze van hozzánk, sőt, szinte biztos, hogy nem volt köze hozzánk, mert ugye a GRB alfán ilyet nem láttunk, a földi kísérleteknél Working Copic-nál ilyeneket nem láttunk, hát akkor valójában ott sem nagyon kéne, hogy komolyabb baj legyen, de hogyha ismeretlen, már számunkra ismeretlen más detektorrendszerek, meg mindenféle egyéb kütyük még rá vannak lógatva, amit valójában itt nem tudunk a Földről leszimulálni, mert nekünk az például nincs meg, a cseheknek megvan, persze, de nekünk nincs meg, akkor egy fokkal nehezebben kideríthető. Na most azóta ugye eljutottunk oda, hogy hát ezt az egy darab off parancsot azért az elejéről húzzuk ki. Kihúztuk, és azóta minden oké. Úgyhogy volt. Ez nagyon érdekes. De akkor ez a Vözolusat 2, Vezetelusat 2. Igen. Igen. Mondjad. Is van. Igen. Ezek szerint volt még egy, ugye, ez a Brunói Egyetem, nem a prágai, Prágában van ez a Vezetelú, igaz? Ez valami... Igen, az prágai. Hát ilyen összcseh. Tehát ez egy űrügynökségszerűség, tehát nem is egy egyetem, ez a Vezetelő, vagy ez valami inkább ilyen kutatóintézet. Aha. Igen. Aeronautikai, meg Czech Aerospace Research Centernek mondják magukat. Igen, igen. Lefordítanánk csere, akkor minden betűből más betű lesz, mert igen, mint az első betű. Igen. Úgy, tehát például teljesen. Hát ez őrület. Na majd a Werner Norbit majd egyszer szintén megszólítjuk, mert már éppen ideje, és akkor majd feloldatjuk vele ezt a rövidítést. Na jó, oké. Tehát... Ezt mondjuk ki. Igen, és akkor utána föl lehet oldani. Jó, oké, de majd azt az ő jelenlétében fogom megcsinálni, mert egyébként ugye van itt ilyen, hogy vöszkomni a skusebni letecki usztáv. Na jó, mindegy, szóval jobb a békesség. Igen, az. Na, az. Igen, jó, igen. De abból egyik se tűnik úgy, hogy például azt a szót akarná, hogy cseh. Mert azért a cseszki, azt azért fölismernénk, ehelyett az van itt, igen, hogy Vöszkumnő, ami gondolom országos vagy valami. Na, jó, szóval mindegy, ez most nem a nyelvetimológiai műsor, vagy ilyesmi, bár azért egyébként Rakétafüst az ma reggel remek észrevételeket tett nyelvetimológiából, tehát ő ma például megállapította, hogy apa, észrevettem, hogy a tej meg a tehén az ugyanabból van valószínűleg, és a méh meg a méz is. Na, hát mondom, oké, nem is rossz, nézzük de csak meg. Se gondoltam, de ugye, én se, de hát ahhoz az a hétfő reggeli óvodásnak kell lenni, hogy az embernek ér. Na, oké. Egyébként mi meg hétfő reggel nem nagyon vagyunk képesek bármi értelmes gondolatra, igen, ebbe is van valami. Hát igen, ezért hangsúlyos minden részlet ennek, hogy hétfő reggeli óvodás, ugye. Na, tehát az van, hogy oké, most elegánsan elterelődött a szó. Egyébként ugye nyilván a Vezetelusat 2, ez az újabb műholdatok, hiszen ez most idén az év legelején ment föl, ugye kb. Meg is igen, beszéltük, igen, január 13-án indult. Igen. És ugye viszont a GRB Alfa, amit még a boldog békeidőkben orosz rakétával Bajkonurból állítottak pályára márciusban, 2021 márciusában, ugye ő meg a tényleg az egy icipici, ugye a Vezetelusat is icipici, de az mégis csak háromszor akkora, mint a 420 napja repült. 420 nap. Őrület. Ami a 42-nek a tízszerese. Na most, ugye, na, és akkor az van, hogy oké, tudományos szempontból, a kommunikációs problémát már említettük, de ez mind technikai dolog, ám de ez a cucc azért van fönt, hogy ezeket a elegánsan GRB-nek hívott, de azért mondjuk ki a hallgatóknak, hogy ez gamma ray burst, gamma felvillanás, amik a jó ég tudja, mik által létrehozott nagy energiájú villanások az égen, amik akkorát villannak, hogy olyan nagy energiát bocsátanak ki, hogy az ugye nem is szabad szemmel, nem is látható, illetőleg a légkörön nem megy keresztül ez a fajta
sugárzás, ugye ezért vannak rajta ezek a gamma sugárzásra érzékeny detektorok, ezeken a műholdacskákon, amiket csináltok. Na most, ugye, mi mindent láttatok ezzel, ami úgy érdekes? Nyilván detektáltatok gamma felvillanásokat, de így... Azt, elég érdekes, de, hát ez rettenetesen érdekes, csak ez a kérdés, hogy azok mikhez köthetők, meg hogy mit lehet róla, hogy mit tud az ember meg a világegyetemről ezekből az általatok beszerzett adatokból, amik azóta jöttek, hogy legutóbb beszélgettünk. Mert azóta nem is tudom amúgy, hogy hány ilyet láttatok. Tehát inkább én 4-nél 5-nél vagyok leragadva, azt hiszem. Hát úgy a két műhold együtt már olyan 7-8 körül jár, szóval nem vagyunk rosszak. Meg nagyon sok olyan esemény van, ami gyanús, hogy az, de mivel más műholdak nem erősítették meg, ezért így hát így bármi lehet. Meg ugye volt egy olyan úgymond téves riasztásunk is, ami napkitöréshez kapcsolható. Mert ugye a gamma detektoroknak, ezen fajta gamma detektoroknak van egy olyan hátrányos tulajdonsága, hogy a részecskéket is érzékelik azért valamennyire, és úgy nehezebb megkülönböztethető. És hát nyilván napkitörés az ilyesmikkel is jár. Azért napkitörés. És ott hát ugye fölmerültek ilyen dolgok, hogy hát oké, persze ez így rendben van, de. És akkor mi van akkor, hogyha részecskéket is látunk, és ott volt egy ilyen úgymond fals riasztás. Egyébként nem is hasonlított így utólag belegondolva maga a felvillanás arra, ami egy tipikus gamma felvillanás, mert ugye a fölszálló ága az túlságosan, szóval nem volt annyira meredek, annyira élesen föl, mint egy gamma felvillanásnál, azt úgy illik. De ettől függetlenül az is egy ilyen érdekes, tanulságos dolog volt, hogy akkor beazonosítani, hogy hol volt éppen akkor a műhold, hol volt éppen a többi műhold, hol volt éppen akkor a nap, illetve hol lehettek azok a potenciális gamma felvillanások, amivel össze is lehetett volna kötni, csak ott volt egy ilyen kis pár másodperces csúszás, hogy hát igen, ez mint hogyha egy kicsit előbb jött volna, meg mint hogy a Föld másik oldalán is lett volna, hát az egy kicsit úgy gyanús. Szóval vannak ilyen érdekes dolgok, és ezeként ezeknek úgy a boncolgatása, ezeken való csámcsogás, az már önmagában is érdekes. Tehát nyilván ez is olyan, hogy a publisher peris szentségét figyelem előtt tartva, előbb-utóbb ezt nyilván le fogjuk írni, de azért az még egy kis idő. Ugye, hogy van ez, persze, hogy van egy ilyen idő, hogy egy átlagos csillagászati megfigyelésből átlagosan 2 év, amíg, vagy ez a medián interval, vagy medián hossz, amíg lesz valami cikk. Tehát 50% az esély, hogy 2 éven belül, 50% hogy 2 év után lesz valami publikáció. Ugye már kicsit több, mint 1 éve megy a GRB Alpha, tehát az még van időnk erre, hál' Istennek. De hogyha úgy nézzük, hogy az eredeti célokat, mint technológiai demonstráció, az persze ilyen szempontból nem annyira látványos, vagy nem tűnik annyira látványosnak. Ezért nyilván ezen is, szóval tényleg ezek a technikai dolgok ilyen szempontból sokkal érdekesebbek nekünk, ha úgy vesszük. Hát igen, de egyébként szerintem mindenképpen... Pontosan ez a hatalmas nagy szó, tehát az, hogy egy kis laborból ki tud kerülni egy olyan műszer, ami működik és él a világűrnek az ort környezetében, tehát igen, önmagában ez már egy hatalmas szó. És az, hogy egyébként milyen sokáig működik. Tehát, hogy még mindig működik. Igen, pedig azért igen, ezek finom cuccok. Igen. Úgyhogy még magában a világűr túlélni, az korán sem olyan könnyű. Főleg nem az, hogy egy embernek, de egy műszernek. Ja, egyébként csak szolgálati közlemény, hogy persze már egyébként süttyomban bekapcsoltam a telefont, tehát amikor eljött a 3/4, akkor bekapcsoltam a telefon vonalat, tehát a 215-37-73-as adás telefonszám elméletileg él, hogyha valakinek van kérdése a témakörrel kapcsolatban. Igen, de mindegy, ez nem megakasztólag mondom, csak hogy így lelkileg ezt tartsuk így izében, evidenciában. Na, és akkor viszont az, hogy hát az a kérdés, a másik fele a kérdésnek, amit nyugodtan kanyhaljunk el, igazából úgy tesz, de azért mégiscsak valahogy újra megpendíteném. Van-e tervben valamiféle folytatás? Tehát egy újabb műhold, vagy valami? Nem persze, kell részleteket mondani, vagy csak annyit, amennyi jól esik, vagy amennyit lehet. Persze, az, hogy szeretnénk ezt folytatni, ezt a kísérleti vonalat is, az persze nagyon rajta van a listán. Ugye itten a fő
tanulsága az egésznek, tulajdonképpen tényleg az, hogy ez így egy működőképes koncepció, ugye a detektorok érzékenysége és vagy a hatásfoka, tehát attól függ, honnan nézzük, hogy nagyjából ugyanazokat takarja, az tényleg megfelelő, ugye ezzel nincs gond, és ugye az egyen nagyobb változatban már azért ennél több detektort szeretnénk rápakolni, ahol nem feltétlenül a detektorok darabszámán is van a hangsúly, hanem ugye azon a felületen, vagy hát azt a felületet nézzük nyilván, ami magukat a gamma fotonokat alakítják át olyan látható tartományban és sugárzás, amit aztán könnyebb ugye megszámolni egyesével. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két dolog ez együtt jár, és hát azért a tervek szerint egy három egységes műholdra azért rápakolható annyi detektor, ami majdnem tízszer akkora felületet ad, mint a GRB alfán lévő felület, ami tízszer akkora felület, ugye az nyilván tízszer érzékenyebb is. Azaz tízszer halványabb gamma felvillanásokat is lehet látni, és vagy amik fényesebbek, azokat jóval pontosabban tudjuk mérni. Tehát nyilván, hogyha most már tovább megyünk egy újfajta konstrukció irányában, akkor már ilyen irányba kell elmenni, mert hogy ezt megcsináljuk még egyszer, meg még egyszer, az ugye nem rossz, de ettől függetlenül ez már technológiai szempontból nem ad sokat hozzá. Na, az viszont egy érdekes kérdés, hogyha mi megépítenénk ezt még egyszer, akkor az meg tudományos szempontból mit adna hozzá, mert akkor nyilván már a technológiai kérdésekkel kevésbé kell foglalkoznunk, és akkor azt kell mondani, hogy oké, akkor most már tényleg egy kicsit finom hangoljuk az adatgyűjtésen, meg azokon a eljárásokon, hogy minél hatékonyabban le tudjuk tölteni az adatot, mert ez a mostani verzió pont azért, mert nem ez a cél, ez nem is feltétlenül annyira hatékony. Persze, hogyha végtelen plusz kettő időnk lenne, akkor ezt is meg tudnánk írni, és tudnánk frissíteni az onboard szoftvert még hatékonyabb adatgyűjtésre. Ezt a témát így néha így előveszem, így kicsit leporolgatom, de csak azért porolgatom, mert előtte ugye rég vettem elő, és akkor nyilván egy kicsit nekem is át kell gondolni, hogy éppen hol tart a dolog. Hadd vegyem át. Minden egyes tudományos műszer az így kezdődik, hogy először annak örülünk, hogy működik, mert tényleg egyébként pont az atomcsilles előadás pont erről szól, az, hogy miért ilyen rohadt nehéz föllőni valamit az űrbe, az, hogy az még működjön is. Tehát már eleve ez iszonyatosan nagy szó az, hogy működik, és megvan az Andrisnak és a csoportjának ez a tudása az, hogy föl tudnak lőni. És tényleg az, hogy már az első műszer az működött, mint tudományos eszköz is, az meg aztán még nagyobb szó, és tényleg akkor itt jön a folytatásról a kérdés, hogy akkor mi lesz a következő, mik az ötletek, mi az, ahol tudományosan többet lehet. Hát igen, pontosan. Úgyhogy nekünk is ezek a terveink, elképzeléseink. Aztán meglátjuk, hogy ebből mi jön össze. Jó, hát ez nagyon diplomatikus, na nem baj. Jól van, tökéletes, majd akkor de vannak meglátjuk. Vannak már ötletek, Andris. Majd igen, aki akarja, az menjen oda, és majd pénteken kérdezze meg személyesen Andrist a Műegyetem V1 épületében. Tényleg ez ugye? Nem lesz interneten? Tényleg, életlenül? Jó kérdés. Nem tudom. Igazából ez egy fontos információ. Csütörtökön beleírjuk a cikkbe, hogyha lesz. Jó, mert ugye az úristen. Van, hogy ugye csütörtökön jelenik meg erről a cikk, addig mindennek utána járunk, és akkor még időben olvashatja a hallgatóság, illetve a potenciális nézőközönség, hogy pénteken mire lehet számítani. Hát ez tök jó. Na most, ami... Igaz, ennek az, hogy most benne lesz az internetben, vagy nem, azt azért nem tudom, hál' Istennek, mert hogy nem mi szervezünk. Hála Istennek, tehát te csak dolgot, csináld a dolgodat. Nem így van ez. Persze. Mert csak oda persze. Kell menni, és akkor így kell előadást tartani, beszélgetni, azt tudunk, hogy egy stand-up, így van. Na, egyébként még az is, de én is megpróbálok eljutni oda. Na jó. Na, úristen. Mekkora parti lenne. Viszont ugye az van, hogy még néhány szóban reflektáljunk, akkor nyilván, hogy most az elmúlt egy hétben minden csillagászati hírt elfedett, ugye az esemény horizont távcsőnek az újabb kép kombinációja, amit most nyilvánosságra hoztak, ami ezúttal ugye a Sagittarius A rádióforrásként is nevezetes szupermasszív fekete lyukat mutatja, ami a galaxisunk közepében van, és hogy ugye ennek idején még amikor az első ilyen kép kompozitot összerakták, ugye nagyon-nagyon sok az egész föld
területén elszóltam, még az Antarktiszon is levő rádiótávcsöveknek az adataiból interferometrikus módszerrel összeraktak az első ilyen képet, akkor annak idején Werner Norbival arról csináltunk egy szokolébresztőt, tehát ahhoz képest, ugye most technikailag nem történt, ahhoz képest egy újabb nagyon nagy bravúr, hiszen ugyanazt a munkát folytatták, csak most végre megláthattuk azt a fekete lyukat, ami a galaxisunk közepében van, tehát majd egyszer erről is fogunk részletesebben beszélni, ezt azért mondom most, mert kaptunk kérdést e-mailben, hogy ezzel mi a helyzet. Most erre csak azt tudom mondani, hogy hát azt egy jó régi adásban, 2018-ban volt talán az, amikor az elsőt bemutatták, vagy 19-ben talán nem akkor. Tehát nem ma volt, igen, de akkor még Werner Norbival csináltunk róla egy adást, úgyhogy majd azt is előkotrom és belinkelem a cikkbe. Képzeld el, vagyis nem tudom, de nekem valahogy, hát az biztos, hogy pre-COVID és én... Na mindegy, az internet erejével mindjárt megmondjátok. Viszont az a kérdés, hogy akartok-e valamit kommentálni erről a technikai bravúrról? Tényleg 3 éves basszus. Igen. De azért attól még mindig nem kevésbé lenyűgöző ez az eredmény. Tehát tudom, hogy 4 perc maradt a műsorból, de mondjatok valami okosat erről. A két-három év, hogy eltelt, az arról mond elég sokat azt, hogy ez mennyire nehéz ez a mérés. Maga a mérés része és maga az analízis része is. Az, hogy nem az van az, hogy oké, van már egy technika, akkor innentől kezdve nézzük végig az összeset, és hányjuk ki egymás után minden héten egy új adatsort, és egy új képet, hanem ez egy challenging. Igen, kihívás sokkal jár. Igen. Ez így van. Na hát igen, ugye itt ne felejtsük el, hogy itt arról volt szó, hogy rengeteg, ugye nagyon-nagyon pici jeleket kell kiszűrni minden nagy mennyiségű adatból, tehát egészen elképesztő dolgok ezek, és hát ugye arról van szó, hogy ráadásul a konkrétan a saját tejút rendszerünk középpontjában levő fekete lyuk megfigyelése azért is baromira nehéz, mert ugye ott van útközben egy csomó cucc, ugye? Tehát keresztül kell nézni a tejút rendszer korongján, hogy meglássuk a közepét, ugye, a galaxisunk felén kb. Így, vagy kétharmadán keresztül kell néznünk, hogy meglássuk, hogy mi van ott. Ezért aztán persze nem is volt olyan könnyű kikaparni az adatokból. Tehát annak idején, amikor volt ez az ezek szerint 3 évvel ezelőtti eredmény, hogy megmutatták egy fekete lyuknak az ilyen módon rádiótávcsöves adatok kombinációjából és mindenféle mesterséges intelligenciát, gépi tanulás, stb. Igénybevevő módszerrel összeállított képét, az nem a mi fekete lyukunk volt, úgymond, hanem egy másik galaxis közepén levő még sokkal nagyobb fekete lyuk, de viszont baromi messze volt, de mégis sokkal könnyebb volt idézőjelbe összerakni a képet, hiszen kevesebb cucc volt útban, és jobb irányból lehetett rálátni. És ehhez képest a mostaniban, ha jól értem, az a bravúr, hogy tényleg nagyon sok mindenen kellett keresztül nézni, és ettől volt még nehezebb a feladat, és ettől tartott még ezek szerint 3 évvel tovább, hogy ezt a képet összerakják, holott az adatgyűjtés mind a két forrásról egy idejűleg zajlott, azt hiszem. Na, persze erről majd lesz a mindenféle beszélgetés, de addig is egyébként erről is volt az első kép összerakás, akkor erről is volt egy kitűnő ELTE atomcsill előadás, atomoktól a csillagokig előadás, azt hiszem, hogy mindenkinek ajánlhatjuk szerintem nyugodt szívvel. Igen, az egy elég jó sorozat. Az egy nagyon jó sorozat, igen. Na, és hát az is lesz a jövőben is. Pál Andris, te szerintem te is mész oda nem sokára, ugye? Vagy van valami ilyen? Most éppen nem tudok. Most nem tudsz róla? Jó. Na mindegy, de ez mindig ott lebeg Damoklész kardjaként a fejed fölött, hogy meg fognak oda hívni, mert senki nem kerülheti el, ugye? Az elmúlt évadban Őrs is, meg én is megjártuk. Na, még viszont, egy szó, tehát aki egy nem szó, ismeri, mert vége van, gyorsan mondd azt. Igen. Az, hogy ez közérthető mesél el nagyon-nagyon érdekes dolgokat. Igen. Nem egyetemistáknak készült, olyan nagyságrendileg ilyen középiskolásoknak van belőve a szint, és rettentően érdekes. Igen, így összes, van. Gyakorlatilag.
Így van, nagyon jó. Na hát akkor most már szétreklámoztuk az agyunkat, viszont a műsoridőnknek exaktul a végére értünk, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek, srácok, a bejelentkezést, nagyon megtisztelő volt. Köszönjük. És hát egy élmény, mint mindig. További jó napot és jó hetet kívánok minden kedves hallgató, és hát egy élmény, mint mindig. További jó napot és jó hetet kívánok minden kedves hallgatónak, és ez volt tehát a Szokolébresztő. Két hét múlva jövünk vissza a terveink szerint, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.